Sziasztok! Akit érdekelnek további focis érdekességek, az kövessen be minket Instagramon, ahová minden nap új tartalmat teszünk fel. Továbbá heti egy kérdezfelelek formájában válaszolunk a kérdéseitekre is. 1966-ban Angliában került megrendezésre a FIFA világbajnokság. Akkoriban a VB trófeát a rendező országban helyezték el a torna kezdete előtt. Így a világbajnoki trófea a Westminsteri Central Hallban pihent egy kiállításon. Viszont egy különös eseménynek köszönhetően csupán két napig. Hiszen 1966. március 20-án a kupát ellopták Londonból. Az aranyból készült Jules Rimet kupa értéke 30 ezer font volt. Ez a futballvilág egyik legnagyobb megoldatlan rejtélye, ugyanis a mai napig nem tudják, ki volt a tettes, vagy hogy egyáltalán hogyan lopták el a trófeát. A nyomozást az ügyben a Scotland Yard vezette. Eleinte annyira lehetetlennek tűnt az ügy, hogy az Angol Labdarúgó Szövetség titkára megbízott egy kovácsot, hogy készítse el ezüstből a kupa másolatát, ha a világbajnokság kezdetéig nem kerülne elő az eredeti, és megkérte, hogy tartsa ezt titokban. A rendőrség számos bejelentést kapott az értékes relikvia megtalálása kapcsán a világ minden tájáról, viszont sajnos mindegyik hír hamis volt. Sokáig úgy tűnt, hogy az ügy elakadt, de ekkor áttörés történt. Egy ismeretlen személy felhívta a Chelsea és az FA elnökét, Joe Mayerst. A titokzatos hívó Jacksonnak nevezte magát. Azt az információt adta az elnök tudomására, hogy a holnapi napon egy csomag fog érkezni a Chelsea futball csapatához az elnök számára. A Chelsea elnöke tájékoztatta a rendőrséget az esetről, és onnantól kezdve összejátszott velük. Amikor a doboz megérkezett, találtak benne egy rendkívüli különös tárgyat. A kupa egyik darabját küldte el az elkövető, és ekkor Jackson ismét telefonált. Ha megkapom a 15 ezer fontot péntekig, akkor másnap visszakapják a trófeát. Ha hajlandóak megadni a pénzt, a London Evening News csütörtöki számába írják bele, hogy hajlandó vagyok üzletelni Joe. Mindeközben már tervezték Jackson elfogását. Egy különleges ügynök elment a Chelsea tulajdonosának a lakására, eljátszotta, hogy ő az elnök asszisztense és telefonon megbeszélt az elkövetővel egy találkozót a Battersea Parkba, ahol készenlétben állt a rendőrség, akikkel együtt sikeresen letartóztatták Jacksont. Akinek az igazi neve Edward Batchley volt, és kiderült, hogy a II. Világháború alatt szolgált a brit hadseregben. Batchley azt állította, hogy ő csupán a közvetítő ebben az ügyben. A lopásért felelős személyt lengyel hívják. Soha nem derült ki, hogy ez a személy létezette vagy sem. Batchley éppen üzletet akart ajánlani a főfelügyelőnek, viszont ekkor jött a legnagyobb fordulat a történetben. A dél-londoni Northwoodban Dave Corbett a kutyájával Pickles-szel éppen elhagyta a lakását. A kutyus észrevette egy rejtélyes csomagot a szomszéd kocsija mellett egy bokorban. A gazdája ezután azonnal a rendőrségre sietett és az őrmester asztalára tette, majd a következőket mondta. Azt hiszem, megtaláltam a világbajnoki trófeát. Mondani sem kell, mire hazaért a sajtó már az otthon előtt várt rá, sőt leginkább Picklesre, aki hamar a figyelem középpontjába került. Rengeteg díjat zsebelt be, egyet például a Nemzeti Kutyavédelmi Ligától. Emellett elnyerte az év kutyája címet is. Egy igazi sztár lett belőle. Szerepelt a Kém hideg orral című filmben is. Anglia a hazai rendezésű világbajnokságon a döntőbe jutott, majd meg is nyerte azt 4-2 arányban az NSK ellen. A győzelem után az angol királynő adta át a trófeát a csapat sztárjátékosának, Bobby Moore-nak. Viszont a mérkőzés után egy rendőrtiszt az öltözőknél állomásozott a VB trófea másolatával. A kupát az angolok legendás játékosa, Nobby Stiles cserélte ki. A rendőrtiszt a következőket mondta. A következő 4 évben folyamatosan ott volt a kupa az újságokban, a tévében, és ilyenkor mindig jót nevettem magamban, mivel tudtam, hogy az nem az igazi. Ezután 1970-ben az eredeti VB trófeát Brazília kapta meg, miután megnyerték a 3. világbajnoki címüket. Mivel az akkori szabályok szerint, ha egy csapat 3-szor megnyeri a világbajnokságot, az eredeti kupa örökre náluk marad. De mindenki megdöbbenésére 1983-ban ismét ellopták a trófeát. Viszont sajnos a kupa azóta sem került elő. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act.